Sziasztok, szép jó napot mindenkinek! A novella hét utolsó napjához érkeztünk, a hetedik alkalomhoz, ami a Mózes Botja című novellás kötetből van, a Totemek ciklus, ami a bukás utáni világ elbeszélés a mondák nyelvén, és az utolsó hetedik nap a koponyányi manyók legyőzése, amikor Fehér Lófi, azaz Csinosan Drága legyőzi a fenevadat. Na nézzük, hogyan történik ez. Koponyányi manyók legyőzése. A tetejetlen világfa ágai immár szüntelenül remegtek a totemek haragja miatt. A fenevad legjobb embereiket, sámányaikat és táltosaikat is eltérítette, meggyalázta, rabszolgájává tette. Az ideges és rémült állatok kényugban egymást marták, harapták. Turul érezte, hiába is szeretné, nem várat tovább, neveltjét ki kell engednie kezéből. Kiállt hát a totemek elé, és így szólt hozzájuk. Figyeljetek rám, ti, akik az ég hatalmasságai és fejedelemségei vagytok, akik velem együtt osztoztok ennek a világnak minden erején és hatalmát. Feladatot adtatok, és én elvállaltam. Lementem a sárlények, az emberi zingek közé, hogy harcos neveljek magunknak a fenevad ellen. Vállaltam az alantas létet, fehér lóként kutattam az emberek között, és fiat szültem, fehér lófiát, akit a világ csinosom drágaként dicsér. Megtanította mindenre, és ő kiállta a próbákat. Így most odavezetem az alvilág bejárata elé, a tetejetlen világfa gyökeréhez, és megmutatom neki az utat hétszűnyű koponyányi manyókhoz. De mielőtt megtenném, adjátok rá ti is áldásotokat, osszátok meg vele erőtöket. Medve erejét kérem, és tigris erejét, vidráját és farkasét, bölcsességeteket és ravasságotokat, ismereteteket és tudásotokat. Így felvértezve Csinos nem fog elbukni, ti pedig részesei lesztek az ő győzelmének. Nem örültek a totemek ennek a beszédnek, mert a saját erejéről és hatalmáról lemondani egy se akart, egy röpke pillanatra sem. De mit tehettek volna? Ha győzni akartak, engedniük kellett. Így történt, hogy először és utoljára az állatok összefogtak egy rövid időre egymással, és megadták Turulnak, amit kért. A tetejetlen világfa tövénél nyílik egy sötét barlang. Aki csak a közelébe megy, lelkét eltölti a rettegés, a fenevad erejének kisugárzása. Ide érkezett Fehér Lófia. Csinos megállt a barlang előtt, és szívét már is összeszorította a félelem. Lába megrogyott, szeme elhomályosult. Tudta, ha még sokáig itt áll, elfut, és soha többé nem tér vissza, ezért utolsó erejével előreugrott, egyenesen be, a sötét és félelmetes barlangba. Nagy csodálkozására azonban zuhanása végén nem a kemény földre, hanem egy puhán vetett ágyra érkezett. Mellette terített asztal megrakva minden föllióval. A sötétből pedig egy gyönyörűséges lány lépett elé. Egyél, igyál, szép legény, pihenjél, te erős az erősek között. Fújd ki magad, kissé, hisz hová is sietnél. Nézd, itt van minden, ami szemszájnak ingere. Terülj-terülj asztalkám, amiből soha nem fogy ki el az étel. Bármit kívánsz, csak mondd ki, és már is meg lesz neked. Ráadásul pedig itt vagyok én is, hogy teljesítsem minden kívánságodat, mondta a szépséges lány, és oda heveredett Csinos mellé az ágyra. A fiú hallgatta a lány csábító szavát, és közben ezt gondolta. A barlang előtt a félelem nem győzött le, most meg legyőzzön a lustaság és falánkság. Bukjak el a test vágyain, hogy itt kell ilyen élnem örökre. Nem ezért jöttem. Jól beszél, szép lány, mondta hangosan, s bizony igazad is van. Ennék is, innák is, játszanék is vélet, s talán fogok is, de előbb tovább kell mennem, hogy megtaláljam a hely gazdáját, s megvívjak vele. Jaj, csak azt ne! A fenevadat senki nem győzheti le, kiáltott a lány. Vagy inkább előlem menekülsz, incselkedett a fiúval. Csinos azonban már nem is figyelt rá, az ágyról is leugrott, az asztalt is eltolta maga elől. Csábítója, látva, hogy vesztésre áll, már gúnyolta, hogy visszatartsa. Talán nem is tudnál velem mit kezdeni. Lám csak, ha jobban meglézlek, nem is vagy olyan nagy vitéz. Láttam én már szebbet is, jobbat is, mondta, és csak hergelte, ostorozta szavaival Fehér Lófiát. A fiúban egyre nőtt a szégyen, a harag és a bizonyítási vágy. Már majdnem visszafordult, hogy bizonságát adja erejének,
amikor belenézve a lány szemébe meglátta, hogy abból a fenevad néz vissza rá. Mély lélegzetet vett, lecsillapította magát, nem is válaszolt, csak elfordult a gúnyolódótól, s megindult a barlang mélye felé. Ebben a pillanatban eltűnt a lány, eltűnt az ágy is, asztal sem volt már, csak a csupasz barlang, s annak közepén egy kis emberke, hatalmas, mindenfelé szétterülő, de csapzott, megszaggatott szakállal. Én vagyok az, akit keresel, szólalt meg a kis ember. A hétszűnyű koponyányi vagyok. Nézd, mit tettél velem. Szakáll, amiben az erőm tartom, megtépdesve, szétborzolva. Harcoltunk és győztél. Jöjj, fogjunk kezet, parolászon, s kössünk egyességet. Uralkodj velem, légy az emberem, és neked adom a világot. Gondolkodott a fiú, most mit tegyen? Látta ő, hogy manyók szakálla, ha megtépdesve is, de még beterít minden. Tudta ő, ha ki is állt néhány próbát a fenevad ellen, ha legyőzte is a félelmet, a haragot, az irigységet, a bujaságot, a lustaságot, azért sok ereje maradt még a fenevadnak. De mégis, mi lenne, ha megosztoznának ezen az erőn? Csinosan drága érezte a hatalomvágya feszítését szívében. Mennyi jót tehetne, birodalmat hozhatna létre, igazságosat, erőset. Már majdnem igen mondott a fenevad ajánlatára, amikor eszébe jutott a korai évei. Szelíd édesanyja, türelmes édesapja, ez az a békés légkör, ami sátrukban uralkodott. Nem volt ott hatalom, uraskodás, nem volt csak. Nem is tudta megfogalmazni is, mi is volt az, ami annyira hiányzik azóta is az életéből, de azt érezte, ha a mások feletti hatalmat választja, ezt elveszíti örökre. Mit tegyen most? Itt erővel nem győzhet. Végül így szólt. Hihetek-e vajon neked? Hiszen te vagy a hétszínű koponyányi manyók, a retteget fenevad. Lám, itt hullámzik a szakállad most is körülöttünk, és most is arra kell figyelnem, nem kapsz el vele, és tudom, abban van az erőd. Kérlek, bizonyíts be nekem, hogy megbízhatom benned. Sodord egybe a szakálladat, de úgy, hogy egy szál sem maradjon ki belőle, és tekerd a tetejetlen világfa törzse köré. Ha aztán látom, hogy az erőd a fa körül nyugszik, bátran megegyezhetünk egymással. Te maradj a fa ezen oldalán, én pedig átmegyek a túlsó oldalra, hogy lássam, oda se rejtesz egy szőrszálat sem. Ráállt manyók az alkura, hogy ne állt volna rá, hiszen a szakállát úgy mozgatja, ahogy csak akarja, az bármikor egy szempillantás alatt újra kitekerheti, és fehér lófia nyaka köré tekerheti. Így aztán összesodorta a szakállát, pörgette, forgatta, a szakáll meg hullámzott, kígyódott, míg végül hétszer körbe tekeredett a tetejetlen világfa hatalmas törzsén. Hanem azt nem tudta manyók, hogy amíg ő a szakállával foglalkozik, a fehér lófia a másik oldalon a fejszéjével a fatörzsén egy mély bevágást hasít, majd teljes erejével szétveszíti, hogy a hasíték minél szélesebb legyen. Manyók szakállát pedig mind a hét tekerésnél szépen behúzza a résbe. Amikor aztán az utolsó szőrszál is benn volt, elengedte a fatörzsét, az pedig olyan erősen oda csípte az összes vonatot, hogy azt onnan kihúzni lehetetlen lett volna. Akkor aztán odaállt a fenevad elé, és így szólt. Mégsem egyezhetem ki veled, hétszűnyű koponyányi manyók. Nem bízom benned, mert tudom, hogy minden rosszra kész vagy, és eddig is becsaptál mindenkit, aki közeledbe került. Így hát inkább visszamegyek az emberek közé, és téged is itt hagylak. Rettenetes haragra kerjedt a manyók. Indult volna, hogy azonnal elpusztítsa a szemtelen emberizinget, csak hogy mozdulni se tudott a fa mellől. Hiába ordított, toporzékolt, a szakállát nem bírta kiszabadítani a világfa szorításából, hogy fehér lófia után eredjen. Szégyen ide, szégyen oda, le kellett vágnia minden szőrszálát, ott hagyni minden erejét a fa körül, és a sötétben bujkálva várnia, míg újra kinő a szakálla, az pedig, elhihetitek nekem, eltartott egy darabig. A sámánok újra feldobolhatták magukat a világfa ágaira, a totemek pedig megkapták azt az imádatot, amelyet oly régóta hiányoltak. Ezzel együtt újra kitört közöttük a féltékenység és a viszály, de hát ez mindig is így volt, és mindig is így lesz a bukott szellemek között. A turul sem sokáig repülhetett az égre, róka lerántotta, farkas megtépte, végül épp csak el tudott menekülni medve szorításából.
Fehér lófia visszatért az emberek közé. Bejárta a világot, híres vitézzé vált, akinek tetteit sokáig mesélték még a tábortüzek között. Végül talált egy szíve szerint való szelíd, kedves lányt, akivel összeházasodott. Nagy nemzetség sarjadt belőlük, utódai belakták az erdőt, mezőt, a világot egyik szélétől a másikig. De ez már egy másik történet. Hát itt a végleg a Husselvére. Ez volt a 7. történet. Mózes Botja, ha szeretnétek megkapni a könyvet, 1000 forint postaköltség egyet, szívesen elküldöm. Írjatok info@szeretetföldje.hu, vagy a honlapunkon keresztül is megrendelhető szeretetföldje.hu. Néhány könyvesboltban található, vagy ha eljöttök Törökbálintra, a közösségi házunk ott is, vagy ahol rátaláltok, ott vegyétek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy együtt lehettünk. Sziasztok!